Műsorral készültek a gyerekek a télapónak. Hétvégén ugyanis a nagycsaládosok tolnai egyesületéhez látogatott el a nagyszakállú. Szakálla van, öreg, piros-fehér ruhát hord. Ajándékokat. Kinek szokott ajándékot hozni? Egy jó gyerekeknek. És a rosszat mit kapnak? Virgácsot. Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, gyere már, minden gyermek vár. A rendezvényen közel 170-en vettek részt. Az egyesület minden évben nagy hangsúlyt fektet az eseményre, mondja az elnök. Minden évben nagyon várjuk ezt, hogy megérkezzen hozzánk is a fehér nagyszakállú Mikulás, a gyermekek. Igen, nagy létszámban jöttek, és kíváncsiak arra, hogy mikor érkezik meg hozzánk. Az egyesületünk meg mindig nagyon fontos ez a program, hisz nagy létszámot mozgat meg, és bár igaz, minden programot nagy érdeklődést tekint, de kifejezetten mondhatom, hogy ez tényleg a gyermekekről szól, és a mosoly az arcukon mindent elmond, amikor megérkezik a Mikulás. Nagy volt a tumultus a kakasdi focipálya nemrégen átadott lelátóján szombaton délután. A Mikulás ugyanis a helyi sportegyesület fiatal játékosaihoz érkezett meg. A fiúk egész évben várták a télapot, és rászolgáltak az ajándékokra. A szezont ugyanis kiváló eredménnyel zárták. Én nagyon jónak értékelem a szezont, a tavalyihoz képest sokat fejlődött mindenki egyénként, de úgy gondolom, ennek ellenére, hogy nagyobb teljesítményt is tudnánk elérni. A sportolók örömmeccseket is játszottak szombaton, ennek már hagyománya van a kakasdi egyesületnél. Ez egy olyan hagyomány, amihez az egyesület ragaszkodik, hogy megköszöni a játékosoknak a részvételt, és értékelik a fél évet. A tavalyi sikerek után van hova még feltornázni a csapatot. Bonyhádon motoros Mikulások özönlötték el a várost vasárnap. A nemrég alakult Völgységi Motoros Egyesületnek ez volt az első rendezvénye. A település 4 pontján álltak meg a délután folyamán, ahol csokival és szaloncukorral vendégelték meg a kíváncsi gyerekeket. Ha csak egy-két kisgyereknek, vagy szülőnek, vagy a motorosokra egy kis mosolyt csalunk az arcára, akkor már megérte. Hát hiszen advent második vasárnapja van, úgyhogy ez erről szóljon, hogy mindenki érezze jó magát. A következő napokban több helyen is találkozhatnak a Mikulással a térségben, és aki megérdemli, talán még ajándékot is kap.